Jó estét kívánok, kedves nézőink! A gépjárműlopás jelensége szinte egyidős az emberiség motorizált közlekedő eszközeinek az elterjedésével. Érdemes azonban belegondolni, hogy miért lopnak a tolvajok. A válasz igen egyszerű. Mert van rá igény. Igen nagy számban élnek a Földön olyan emberek, akik a mások által megtermelt javak ellopásából tartják fent magukat. Az élet szinte minden területén megtalálható ez az élősködő, másokat meglopó, kifosztó, parazita gondolkodás. Ennek a másokon élősködő magatartásnak az az alapja, hogy az így élő emberek dolgozni nem akarván másoktól lopják vagy lopatják el a számukra szükséges anyagi javakat. Minden bűncselekménynek, gonoszságnak, aljasságnak ez a mozgatórugója. Az autótolvajok is ilyen, a másokon élősködő emberek igényét kielégítő bűnözők. Préda akad bőven, felelőtlen, nem törődöm gépjárműtulajdonos úgy szintén, igény a lopott gépkocsikra nem kevésbé. Ha meg akarjuk érteni a gépjárműlopás mechanizmusát, akkor érdemes a dolgok mélyére hatolva vizsgálódni. Csodák nincsenek, csak aljas megrendelők, felkészült tolvajok, felelőtlen tulajdonosok és sok szabad, védtelenül hagyott gépjármű. Mai műsorunkban a gépjárműlopás alapkérdéseivel foglalkozunk. Meghívott vendégeim Petrucki Pál fejlesztőmérnök és Vezda László annak elnöke, akikkel a gépjárműlopás alapkérdéséről beszélgetek. Jó estét kívánok, üdvözlök benneteket itt a stúdióban. Eddig sok szempontból megvizsgáltuk a gépjárműlopás kérdését és témakörét. Túlnyomó részben szakmai műszaki szempontok alapján dolgoztunk. Most pedig szeretnénk egy kicsiket más oldalról megközelíteni, miért lopnak, kiktől lopnak, hogyan lopnak, mit lopnak, mikor lopnak. Mi az az háttér, ami ért ez a bűncselekmény olyan méreteket öltött az elmúlt másfél-két évtizedben, nem csak Magyarországon, szerintem az egész világon, aminek eredményeként az emberek beletörődve, elfogadva, mert más sok esetben ugye nem tudnak tenni, rettegve, féltve őrzött anyagi értelemben vett legnagyobb értékeink közül a második, úgy gondolom, az ingatlanok, a lakások után sok esetben a gépjármű, és nagyon sok esetben az emberek rettegve, félve, úristen, meg lesz az autóm, elmegyek egy étterembe, mi fog történni, megtalálom, nem találom, stb. Élik az életüket, és szinte egy olyan komoly iparággá nőtte ki magát az autólopásnak a bűncselekmény kategóriája, ami talán példátlan a bűncselekmény kategóriák között is. Jól látom, és Laci? Ezt... Természetesen. Úgy gondolom, hogy jól elkülöníthető a felső kategória és a kis és közép kategória. Tehát, hogy a kis és közép kategóriás gépjárműveket azért lopják el, mert alkatrészként értékesítik. Tehát, valaki vesz egy gépjárművet, tegyük fel 2-3 millió forint környékén egy használt középkategóriás autót, ő úgy gondolja, hogy neki ekkora összeg áll rendelkezésére arra, hogy egy gépjárművet vásároljon, ugyanakkor abban nem gondol bele a tulajdonos, hogy a gépjárművet például javítatni kell, tehát szervizköltségek vannak az autóval, és egyéb más olyan felmerülő költségek, amelyeket nem számol bele az autó fenntartásába. Nagyon komoly iparág fejlődött arra, hogy az úgynevezett idézőjelbe tett sufni tuning műhelyekben javítatják sokan a gépjárműveiket, és ezekben a műhelyekben sajnos nagyon gyakran olyan alkatrészeket használnak fel, amelyek lopott gépjárművekből származnak. Tehát, ha valaki beviszi például a középkategóriás autóját egy olyan műhelybe, ahol nem biztos, hogy például számlát kap, nem biztos, hogy az alkatrészeknek az eredete igazolható, akkor önmaga is gerjeszti azt a folyamatot, hogy akár fél év múlva az ő gépjárművét lopják el, mert onnét is szükség lesz alkatrészre, csak ugye ő nem fogja tudni azt, hogy ezt az autót azért lopták el, mert alkatrészként fogják felhasználni, ugyanis a magyar lakosságnak a tudatában még mindig az a kép él, és ez nem változik, pedig évek óta beszélgetünk bűnmegelőző jelleggel itt a műsorban arról, hogy kis és középkategóriás tolvajokat lopnak a tolvajok, tehát nem változik... Autókat, mert tolvajok szót használtak. Bocsánat, igen. Tehát nem változik az a nézet, amely téves, hogy csak a felső kategóriás autókat viszik el. Igen, a középkategóriának a tetejét és a felső kategóriás gépjárműveket is elviszik a tolvajok. Ezeket ugyanakkor, mint ahogy az elmúlt évben is láthattuk a rendőrségi híradásokból, főként egyben értékesítik, és gyakran a magyar piacokra kerülnek vissza ezek a gépjárművek, már új alvásszámmal,
új adatokkal. Ahogy a bevezetőmben is elmondtam, hogy ugye ez a parazita, a másokat kifosztó, meglopó, csaló, rabló gondolkodásmód szinte az élet minden területén megtalálható sajnos, és ha teljesen a kályhától szeretnénk elindulni, hogy miért lopnak autót olvajok autót, akkor én meggyőződésen lehetem, nem azért lopja el, hogy saját magának a vállát megveregesse, vagy az övét majd valaki, hogy ezt is meg tudtam oldani, hanem azért, mert valaki erre ő neki megbízást ad. A bérgyilkos nem azért fog ölni, hogy megmutassa, hogy ezt is le tudtam szedni, hanem azért, mert arra megbízást kapott. A betörő úgy szintén azért fog bemenni, mert vagy egy tippet kapott, hogy ott most nincs senki, és onnan ki lehet lopni bizonyos értékeket. Tehát ennek a gondolkodásnak, ami most az autólopás területén már közel 2 évtizede ugye tapasztalható, az az alapja, hogy van rá igény. Pontosan. Jól látom, Pali? Igen, abszolút. És ez az igény, ez folyamatosan a jelek szerint, mintha nőne, hiszen nem igazán emelkedik az embereknek a életszínvonal olyan mértékben, hogy meg tudják engedni idézelvet azt a luxust, hogy amikor bármilyen probléma vajon a szeretett autójukkal, akkor azt bevigyék az első márka szervizbe és ott hivatalosan javítassák, hanem inkább az lesz a jellemző, és még inkább jellemző ez a dolog, hogy a Laci által említett suftitulingokba viszik, és oda fogják az autójukat hordani, és ott nyilván kapnak majd egy hivatalos ajánlatot, de közben majd egy kacsintással kapnak egy kedvezőbb ajánlatot, és nyilván abban a kacsintásban benne van a fél BTK természetesen. Ezzel nem lehet mit csinálni. Ez a folyamat, ez érdekes módon úgy tűnik, hogy mivel bizonyos gazdagabb országokban lakó ismerőseimnek én ezt nem tudom elmagyarázni, ezért valószínű náluk ez vagy nincs, vagy ott abszolút nem a köztudatnak a része, de a mi oldalunkon, ezen a mi környezetünkben, ezekben az országokban, ahol mi élünk, illetve a mi szomszédainknál, ez teljes mértékig az életnek a része, és ez nem mai dolog, mert amikor én fiatal tanuló voltam, akkor is az teljesen normális dolog volt, hogy a Trabantot, Warburgot is abból javították, ami az utcán állt. Tehát ez nem mai találmány, és még csak nem is a rendszerváltozással kialakult dolog, csak talán most lett nyilvánvalóbb, most van a nagyobb, segítségével egyáltalán hallunk, látunk róla, de ez régen is megvolt, megvoltak a tuti helyek, ahol tutira megcsinálták az autót, tutira olcsón, tutira valaki máséból, és csak most már ez nyilvánvaló, és ez most már látszik. Tehát ugye, ahogy a kézkezet, most mosom kezeimet, mint Pilátus, ugye annak idején, ő elmegy az illető ilyen ember, elmegy egy ilyen úgynevezett sufnitunikba, olcsóban megkapja az alkatrészt, valójában ő tudni fog róla, de nem ő fogja ezt az lopott autót megrendelni. Végső soron közvetve talán igen. Közvetve talán ő is ennek részese. Mert azt mondja, kell nekem egy jobb, meg egy bal sárvédő, meg egy gépháztető. Jó, most nincs, de jöjjön vissza, uram, vagy azt mondjam, és akkor mondjuk jövő héten kedden már lesz egy ilyen alkatrész. Tehát ő lehet, hogy tudni fog róla, lehet, hogy nem fog tudni róla, de akarva, akaratlan ennek a negatív gerjesztő folyamatnak a részévé és részesévé és gerjesztőjévé fog válni. Igen, ennek a akaratlagos részére csak egy rövid megjegyzést. A jogban is van egy ilyen megközelítés, hogyha valaminek a, tehát valamilyen esetben kirívóan feltűnő az értékaránytalanság, és valaki így mégis belemegy egy ilyen üzletbe, akkor ott annak ő is részese. Tehát hogyha egyébként mondjuk 500 ezer forintos alkatrészt valaki mondjuk 100 ezerért vagy 80 ezerért megszerez ennek az illetőnek, akkor ott neki tudnia kell, hogy ez nem becsületes úton keletkezik ez az alkatrész. Ezáltal ő valamilyen módon nem mondhatja azt, hogy ő teljesen kívül áll belőle, azért valamilyen módon részes ennek az eseménysornak. Van ugye több olyan internetes rovat, ahol használt autókat lehet vásárolni. Én rendszeresen föl szoktam menni erre több ilyen oldalra, és szándékosan azokat keresem, amikor ilyen romokat, szó szerint olyan romokat, amit ócskavas telepre, hogyha beviszem, akkor talán adnak érte pár száz forintot, olyat adnak el szinte fillérekért. Na most, de mint szakember, mit mondasz? Ilyenkor mit adnak el? Mert mondjuk egy totálkárosra csavarodott, borult terepjárót, most szándékosan nem fogom mondani, milyen terepjárót látok, aminek az újkori ára 30 és 40 millió forint közötti összeg, azt odaadják most ebben az állapotban nem egész 2-3 millió forint közötti összegért. Ennek mi is az alapja ilyenkor például? Amennyiben egy ilyen totálkáros autóról beszélünk, akkor sajnos gyakran az alvásszámot
tehát eladják az alvánszámot, és az eladó is tudni fogja, hogy egy olyan bűncselekményt fog végrehajtani, hol majd szintén Pilátus magyarra mossa a kezét, igen, hogy nincs benne. Értsék a tévénézők, ugye, mert nagyon jól elbeszélgetünk, az alvánszámo azt jelenti, hogy gyakorlatilag ennek a gépjárműnek az adataival fognak klónozni egy lopott gépjárművet, tehát ez az autó papíron újra fog éledni, és egy csodálatos új életet él, holott nem is lehetne Laci, visszaállítani. Laci, mint szakember, ezt nem lehetne meggátolni? Legalább ezt nem lehet meggátolni, az ilyen pofátlan, mocskos aljasságot meggátolni. Amikor tudom, hogy valaki meg fog venni egy ilyen autót, mert mondjuk tudom, mert mondjuk én vagyok a hatóság, és az én feladatom, akkor ránézek a jó embernek a körmére mondjuk fél év múlva, hogy te komolyan miből és hogyan állítottad el helyre ezt az autót, mesélj nekünk arról, hogy megcsavarodott karosszériából te hogy csináltál egy ilyen csodát? Nem lehet az ilyen embereket kivenni a sorból? Legalább ezt a részét megszüntetni. Vagy adott esetben az bontóknak azon részét megszüntetni, akik köztudottan lopott autóknak az alkatrészét értékesítik, úgy, hogy közben más embereket károsítanak meg. Én folyamatosan látok pozitív példákat. Ugye a hatóságok nevében nem nyilatkozhatok, de például most láttam, és most értesültem arról, illetve egy hónapja értesültem arról, hogy a KKH például kiadta azoknak a gépjármű szervizeknek a listáját, amelyeknél minden rendben van, minden úgy zajlik, hogy ezt a listát kiteheti az oldalára, tehát egy általuk jóváhagyott rendszer szerint dolgoznak. Ezek az autószervizek folyamatos egyébként ez a tendencia, tehát egyre inkább sikerül felszámolni ezt a folyamatot, csak amíg van piac, ugye erről beszéltünk, hogy amíg van piac, kereslet. Amíg van kereslet, addig mindig lesz arra is megoldás, hogy a gépjárművek akár alkatrészenként, akár egyben a fekete piacon értékesítve legyenek. Tehát egy olyan mértékű beágyazódás van az emberek fejében, hogy erre a területre, ezen területen a lopott alkatrészekre, lopott autókra ilyen nagymértékű igény van? Természetesen. Hát ugye Magyarországon a köztudatban például ugye 180 ezer kilométerrel szeretnek megvásárolni minden használt gépjárművet. Vagy 10 évesen futott 96 ezer kilométer. Igen, pontosan. És hát nagyon sok olyan példát tudok, amikor valaki jelentősen értékén alul megvásárolt egy olyan gépjárművet, jóval a piaci ár fele alatt, amiről aztán később kiderült, hogy ez a gépjármű lopott. Ugye papíron be lett hozva az autó külföldről, Magyarországon újra forgalomba lett helyezve, a gépjármű egyébként Magyarországon is volt ellopva, majd papíron külföldről be lett hozva, és új adatokkal az új tulajdonosa megvásárolta, mert az autó nagyon jó árban volt, irreálisan jó árban, és ez legyen a kulcs szó, tehát hogyha valakinek már feltűnik az, hogy az a gépjármű irreálisan olcsó, akkor azt véleményem szerint, pláne hogyha azt mondják, hogy külföldről lett behozva, és Magyarországon újra forgalomba lett helyezve a külföldi behozatal után, akkor senkinek nem javaslom, hogy ezt a gépjárművet megvegye, mert lehet, hogy évek múlva, de ki fog derülni arról a gépjárműről, hogy az lopott. Egyébként a futás teljesítményt illetően csak szeretném megjegyezni, 10 éves az egyik gépjárművünkben a vállalkozásunkban, és 336 ezer kilométer van benne. Tehát, ha belegondolunk, egy éves szintű durván 30-32-33 ezer kilométeres futás teljesítmény, azaz egy elfogadható autónál. Aki olyan álomba ringatja magát, meg olyan illúzióba kergeti bele magát, hogy egy 10 éves autó futott 90-100-100 ezer kilométert, bocsánat, én leszódom majd, hogy megérdemli. Igen? Igen, illetve ez még hozzátenném az előbbi folytatásaként, hogy nagyon sok olyan ember is van, aki úgy vásárol autót, pont ez a középkategória, vagy a kicsit fölötte lévő kategóriában, hogy megvesz egy öreg romot, amit ő viszonylag olcsó áron meg tud venni, olyan áron megveszi, mint egyébként egy kis kategóriás, fiatalabb autót, csak hogy ennek a fenntartása, amiről ugye beszéltük, az egy lehetetlen feladat. Tehát ha elkezdjük egész egyszerűen matematikai oldalról megközelíteni a dolgot, hogy egy ilyen autóban, ami mondjuk egy nem mondok márkát, de mondjuk egy újkorában 10 millió forintos autót, vagy inkább 20. Igen, vagy 20, azt valaki megveszi 1-2 millió forintért, és elkezdi használni. Logikus, hogy vannak olyan alkatrészek, olyan fogyókopó alkatrészek, amelyeket mindenképpen egy idő után cserélni kell. Most ha ezeknek a árát, ami muszáj, mert meg kell, vagy ki kell, hogy cseréljék, ezeknek az árát összevetik annak az embernek a egyébként létező jövedelmével és a egyéb kiadásait
tekintve, hogy ő mennyit tud autóra költeni, akkor már is megvan a matematikai végeredmény, hogy miért lesz az, hogy ennek az autónak a javítását azt nagyon nagy valószínűséggel nem legális forrásból származó részecségekkel, alkatrészekkel fogják megjavítani. Tehát gyakorlatilag a bárhol milyen oldalról közelítjük meg ezt a kérdést, ez egy olyan iparágá nőtt, kinőtte magát ez a bűncselekmény kategória, amit most elnézést kérek, de szerintem ezt úgy látom nem nagyon lehet meggátolni, csak egyféleképpen, és ez nem rendőri öngondoskodó módon. Tehát nem lehet azt várni, hogy bizonyos formokon be van írva, hogy ellopták az autómat, és a rendőrség nem tesz semmit. Hát álljon meg a gyászmenet, mert bocsánat, mert szerintem nem a rendőrségnek a feladata, hogy... A társadalom átalakítása nem lehet a rendőrség feladata, és addig, amíg a társadalomnak sajnos van egy olyan meglehetősen markáns része, akinek a saját céljai elérése érdekében nincsenek gátlások az útjában, tehát a jognak semmilyen részét úgy nem igazán tartják tiszteletben, mert van egy magasabb érdek, az pedig ugye az ő saját érdeke, addig ezt nem lehet megvédeni, hiszen nem lehet annyi darab rendőrt, most butaságot mondok, de annyi darab rendőrt az utcára állítani, ahány gépkocsi van, ahány lakás van, ahány védtelen gyalogos van, és ezt most lehetne sorolni a végtelenségig, tehát egyszerűen ez lehetetlenség. Valamilyen módon a közállapotoknak kellene ugye változni, de ehhez meg egy olyan anyagi megerősödés kéne, hogy ugyanaz az értetlenség üljön ki az átlag magyar ember arcára, mint ami az én német ismerősömnek az arcára ült ki, amikor próbáltam elmagyarázni, hogy milyen is egy lopott alkatrészből megjavított autó, és nem értette. Tehát a problémát sem értette, hiszen az ő világában az autójavítás úgy történik, hogy bemegy a sarki ugyanolyan márkájú autókat javító szerelőműhelybe, ott megbeszélik egy kávé vagy egy üdítő mellett a munkafelvevővel, hogy mi a problémája az autónak, átadja a sluszkulcsot, kér egy időpontot, amikor ugye visszajött az autó, visszamegy és megy tovább, és sem merül benne, sem másban, hogy ezt az autót meg lehet javítani illegális alkatrészekből is, nincs ilyen a tudatukban. Amíg ez a tudat ki nem alakul, addig a piac és az érdeklődés is meg fog maradni bőségesen. Szakmai szempontokat feszegetve, kiktől lopnak a gépnyomtól vagy autót elsősorban? Pali? Én azt mondom, mindenkitől, tehát nincsen kivétel. Nyilvánvalóan most ez egy általánosítás. Aki az autójában semmilyen utólagos védelmet nem alkalmaz, az eleve kiszolgáltatott, hiszen az autókat úgy ismerik a tolvajok, mint a tenyerüket. Az utólagos védelemmel ellátott autóknak egy része is, mivel bizonyos kritériumoknak nem felelnek meg, azok is védtelenek, és ugye csak a maradék egy viszonylag nagyon-nagyon kicsi százalék az, amely gépkocsikat olyan módon szerelik föl, olyan védelmi eszközöket alkalmaznak bennük, amelyek tényleg olyan a tolvaj számára az utcán adott körülmények között lehetetlen és megoldhatatlan feladatot jelentenek, ami miatt ezeket a gépkocsikat nem tudják elvinni és nem tudják ellopni. De egyébként sajnos azt mondom a százalékosan, hogy tulajdonképpen a 99 vagy 98% az autóknak az potenciális áldozata autolopásnak. Ez az számadat, amit most a Pali az előbb elmondott, ez tényleg ennyire drasztikusan rossz, hogy 90% fölötti a vételen autók száma Magyarországon? Mi a tapasztalatotok? Nagyon jó példát tudnék mondani. Kapok 1 millió forintot. Ezt az 1 millió forintot lerakom egy parkolóba. Kapok 2 millió forintot, oda teszem az 1 millió forint mellé. Utána még kapok 500 ezret, oda rakom az 1 millió és a 2 millió közé. Majd ezt ott hagyom lent a parkolóban. El fogják lopni? El! Ez a tapasztalatom egyébként, hogy a magyar autótulajdonosok többsége el vagyok keseredve. Tehát ezen a téren el vagyok keseredve, a magyar autótulajdonosok többsége nem védi meg semmilyen védelmi rendszerrel a gépjárművét, nem tesz semmit meg annak érdekében, hogy az autót ne tudják ellopni, gyakorlatilag fog egy 2 millió forintos pénztömböt, és azt lerakja egy parkolóba. És onnantól kezdve az autóval egyébként bármit lehet csinálni, még mondjuk azt, hogy belerakja egy kulcsa nyitható páncélkazettába, hiszen kb. Egy autónak a zárját kitépni az ennyi művelet dugóhúzóval, majd utána ugye a gyári immobilizert is körülbelül ugyanennyi képtatni. Kb. Ugyanennyi idő, és a gépjárművet el lehet vinni saját számítógéppel, vagy OBD csatlakozón keresztül. Ilyenkor egyébként jönnek hozzátok sírva panaszkodva az emberek, hogy ellopták az autót? Mi a tapasztalat? Nagyon sok embert kellett már megnyugtatnom. Mit valóban, igen, nagyon sokan elérnek, még úgy is, hogy a telefonszámom az nem publikus, tehát igyekszem adják a telefon... Kézről kézre jár a telefonszám, igen.
Nagyon sok emberrel beszéltem már telefonon. Bárkitől rákérdeztem, mindig azt mondták, hogy természetesen volt védelmi rendszer az autóban, a gyári védelmi rendszer. A múlt évben két olyan eset volt, amikor sebváltózár volt az autóban, de az sem volt benne a helyén, és volt egy gépjármű, amiben professzionális védelmi rendszer volt, azt úgy vitték el, hogy besurrantak a lakásba, és elvitték a indítókártyát, meg minden egyéb mást is, és elvitték a autót is ezzel együtt. Ide csatolnék még egy mondatot, hogy nagyon sokan hisszük azt, hogy a garázsban védve van az autónk, ez egy nagyon nagy tévhit. Egy garázsban a tolvaj sokkal nyugodtabban tud dolgozni éjszaka. Például, hogyha komoly védelmi rendszerre van ellátva az autó, akkor is. Hosszú évek óta ezt ugye valljuk, amit elmondasz, hogy egy garázsban a tolvaj legalább higgadtan, nyugodtan tud dolgozni, senki nem fogja zavarni, és nekünk is a saját szakmánkból fakadóan van olyan tapasztalatunk, hogy a rendőrségi nyomszakértő megállapítása szerint minimum 5-6 órán keresztül kínlódott a tolvaj az adott felső kategóriás német gépjárművel, egy terepjáróval, igaz, nem tudta elvinni, de volt ideje kényelmesen. Komoly kárt tudott okozni a gépjárművel, de nem tudta elvinni. Tehát a garázs legalább olyan kockázat, ha nem nagyobb, mint egy utcán hagyott gépjármű. Tehát védelem érdekében tegyünk meg mindent, az utcán hagyott gépjárművekkel, és akkor itt tudnám ketté választani a dolgot, tehát hogy vannak a kis és közép kategóriás autók, ott a tapasztalatom szerint a védelmi rendszerek nagyon gyengén vannak ellátva, védelmi rendszerekkel az autók, és vannak a felső kategóriás autók, amelyekben már jóval több védelmi rendszert szereltetnek a tulajdonosok, de a tapasztalatom alapján beállnak ugye a garázsba, és a garázs védelméről már nem gondoskodnak, az nincs emberi asztva, és akkor szépen a garázsban. Igen. Nem egész 2 percünk maradt hátra. Egy költői kérdést teszek fel, ami nyitott kapukat döngetek gyakorlatilag. Uraim, meg lehetne szüntetni a gépjárműlopás bűncselekmény kategóriáját? Nekem van egy véleményem. Még bizonyos országokban mind a mai napig él az a tendencia, hogy a tolvajnak levágják az egyik kezét. Lehet, hogy drasztikus, de hatékony megoldás. Gondolom nem azért csinálják, mert unatkoznak, hanem valószínűleg olyan mértékű a lopásoknak a szám és a tolvajoknak az aránya, hogy valamilyen drasztikus visszatartó erőkkel. De komolyra fordítva, ez is komoly egyébként. Meg lehetne szüntetni ezt a bűncselekmény kategóriát? Egy percünk. Megszüntetni valószínűleg nem, de drasztikusan csökkenteni biztosan lehetne. De hogyan? Az egyik, amit elmondtam, azok a társadalmi viszonyok, ezek feltehetőleg a eddigiek szerint nem nagyon fognak javulni, de lehetnének olyan, tehát olyan rendszereket kialakítani a bűnüldözés, illetve a közigazgatás felépítésében, ami ezt jócskán lecsökkenteni, úgy gondolom. Szerintem 20-30 év múlva meg fog szűnni a gépjárműlopás, mint kategória, mert repülőcsészealjak lesznek, és azokat fogják lopni. Így van, azokat is majd el fogják vinni. Zárszóként annyit mondanék, hogy úgy gondolom, mindenkinek a saját kötelessége és felelőssége a saját gépjárművének a gondoskodásáról, gyakorlatilag megtenni azokat a feladatokat, amiket meg kell tenni, és mindenkinek kötelezően neki kell gondoskodni arról, hogy egy megfelelő hatékony gépjárművédelem legyen az autóban. Pontosan. Nagyon szépen köszönöm, Uraim, hogy a rendelkezésünkre álltatok. Úgy gondolom, nagyon sok olyan információt tudtunk adni a kedves nézőknek, ami alapján ők is el tudják dönteni, hogy hogyan tovább. Önöknek köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kérem, vigyázzanak egymásra is, és saját magukra is, hogy ne legyen áldozat. A műsort támogatta a PTB Pajzs Kft. Önerőből lophatatlanná teszi autóját. A műsorvezetőt öltözteti a Vatis Corner, az elegáns férfi divatháza. A műsort a Max Taxi támogatta. Télen-nyáron mindig jó áron. Max Taxi.